Eperjesi Gergely, nagy taps! Ugye úgy láttam, hogy Gergő fejből mondja, ezért egy plusz pont jár. Hajrá, Gergő! Épp, hogy lekúszott az éden átok fáin, pár évre rá már ütött Káin. Rögtön kívül találtuk magunkat az éden, ember, örvendj hát a saját zenéden. Rögtön patkány lett az ember, és pár ezer év eltelt, és a patkányokkal meg is jött a pest is. Ne gondolt, hogy nem mi voltunk hittel, mi basztuk el ezt is. Ezt is. Amikor először olvastam ezt a témát, arra gondoltam, hogy az élet inkább ezt sem. Hogyha végig gondolom a történelmet, nem lelem, amit kerestem, meg amit az írás óta keresnek mások, hogy milyen életút az, ahol csak sírt ások. Hogy Egyiptomban százak haltak meg egy valaki sírjáért. És hogy az ember volt tulajdon, játékszer és szappad. És hogy akinek véletlenül pénze volt és ráért, az háborúzott. És hogy ezeknek hogyan ad álmot a paplan. Madács az embert műkedvelőnek nevezte, a mi generációban már fűkedvelő, ami nem baj. Csak vigyázzunk, mert az élet az elszív, és aztán elszáll, mint a helikopter Afrika felett. Tudod, ahol nagy szeretettel ledobják a segélycsomagot, és mindenki örül, és önfelett, és erre mondják azt, hogy a világ halad. Pedig a sok félreértett eszme inkább a torkomon ragadó falat. Hogy bűzös konzerv lett a konzervativizmus, a liberalizmus liberóját még nem tisztázta senki pedig, de valljuk be, nagy ritkán mindannyian beszarunk. Mert a holnap, az nem egy kecsegtető honlap, és bár a tegnap az egy dizájnolt weblog, valójában a kék halál ígérete. És döntsd el magadban, hogy ez most fenyegetés vagy ígérete, de talán nem kellett volna csecsemőket kardérre hányni, meg kislányokat erőszakolni, meg dézsaszámra vedelni a bort, hatalmas mezőkön ontani a vért. Talán ki kellett volna hagyni ezt a kort, ahol az életedet jelenthette volna egy csillivilli vért. És talán jobb lett volna elgondolkodni azon, hogy mit is jelent embernek lenni, hogy folyamatosan menni előre, nem jobbra-balra, politizálni, hanem előre menni. És nem el akartam venni 3 percet az életetekből ezzel, de ezt is el kellett mondanom. És megdöbbentem, amikor párral azt mondták nekem, hogy ez túl komoly. Meg hogy ezzel nem lehet nyerni. Én szólni jöttem. Adni. Ennyi. Mert ahol szólni lehet, ott érdemes születni is. Ahol meghallgatnak, ha hisztizel, és nem haragszanak rád. Nekem ez a szlem. És ha már annyi mindent hagytunk, ne hagyjuk korcsosulni ezt is el.